Az én dolgom az, hogy a nemzeti kultúrát gyarapítsam, én ebben lelem örömöm, a saját igazságom és a közösségem igazságát. Ezt vallja mai vendégünk, aki előbb tanyasi kisfiúból hentes legény lett, majd az ország egyik kedvenc színészévé vált. Lássuk, hogy kivel várjuk ma önöket az Ez itt a kérdés portréban. A nap nem süt, de világosabb van, mint tegnap. Szarvas József, Kossuth és Jászai Maridia színművész, érdemes és kiváló művész. A hortobágyi tanyavilágban Hortobágy Kónyán gyerekeskedett, majd a Debrecen és Hajdúszoboszló közé eső Ebesen volt alsó tagozatos tanuló. Később az Irinyi János élelmiszeripari szakmunkásképző és szakközépiskolában végzett hentesként. A parancs úgy szólt, hogy azokra lőjünk, akik szökni próbálnak. Színházi pályáját segédszínészként kezdte Debrecenben, és majdnem betöltötte a 30-at, amikor 1987-ben átvette a diplomáját a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol Horvai István és Kapás Dezső osztályában végzett. Egykori osztályfőnöke Horvai István tanácsára szerződött a Víg Színházhoz, amelynek egy évtizeden keresztül tagja maradt. Ki kéne már próbálni valami más. Ezt követően a kaposvári Csiki Gergely Színházhoz került, ahol 4 évet töltött el. Megkezdjük a munkát! Egy évnyi szabadúszás után 2002-ben a Nemzeti Színház társulatához csatlakozott, amelynek azóta is tagja. Az Új Nemzeti Teátrum nyitó előadásán ő alakította Ádám szerepét az Ember tragédiájában. Kedessen rózsás ifjúságot! Az őrségben található viszákon létrehozta a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfáiból álló tündérkertet és a Kaszás Attila pajta színházat. Azt a két falatot az olban... Színpadi munkái mellett olyan sikeres nagyjátékfilmekben is szerepelt, mint a Zimmer Feri, az Üvegtigris, a Sorstalanság vagy az 1945. 2015 óta a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Szeretettel köszöntöm Szarvas Józsefet a stúdióban. Köszönöm. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor azon gondolkodtam, hogy az ön élete nagyon jó példa arra, hogy hogyan függenek egymással össze a dolgok, hogy miből mi lesz. És most a közepébe vágok, amikor 2002-ben eljátszott a Nemzeti Színházban Ádámot az Ember tragédiájában, azt egy sorsfordító pillanatnak nevezte, és nekem az jutott az eszembe, hogy valaki, aki úgy kezdi most így mondom, hogy a pályáját, de hogy az életét, hogy gyakorlatilag cukorrépákat kapál a földön, és eljut a Kossuthig, és közte olyan fordulatok között küzd meg ezért a pályáért, amik majd itt kibomlanak a beszélgetésben. Na, annak az életéhez nagyon jól illik az a bizonyos mondat az Ember tragédiájában, hogy ember küzdj és bízva bízzál. Patetikus, vagy így érzi ön is? Így van ez. Így van ez. Valamikor eszembe villant egy olyan gondolat, hogy én nem hiszek a nagy pillanatban, én a minden pillanatban hiszek. És ilyen értelemben, hogyha azt fogalmaztam ki annak idején, hogy a Nemzeti Színház nyitó előadása benne az Ádám munkám, sorsfordító, akkor tulajdonképpen az motivált engem, hogy az ember végül is önmagához hűen tudja végigcsinálni a saját életét, úgyhogy közben önmagával azonosan rá kell jönni, hogy nem, az ember nem a munkájával azonos, hanem a munkájával kifejez. Tehát az én jellemem, tulajdonságom, személyiségem nem az, hogy színész, ami Szarvas József, aki mindig, minden pillanatban, ha már ezt a szakmát választotta, titkon vagy nyíltan szakmányban is, mindig meg kell tudni kérdeznie, ki vagy, honnan jössz, és mit akarsz. És akkor is főleg azt, hogy ezt akarod, és az ugye és így akarod. Erre gondoltál? Gyerekként, amikor álmodoztál, készültél valamire, és minden gyermek, ezt álmodtad meg? Ezért indultál el ezen az úton? És most, hogyha fölteszi magának ezeket a kérdéseket, akkor mi a válasz? Rendben van ez így. Tehát minden jó. De rendben. Én ezt nem mondtam, hogy minden jó, ez nem úgy van. De hogy küzdj és bízzál. Ugorjunk vissza akkor ebbe a bizonyos fiatalkorba, és akkor csak pár motivumot sorolok ebből a küzdelmes útból. Először is ezt említettem, hogy nagyon kemény gyerekkor volt ez abból a szempontból, hogy
már korán a földeken dolgozott, kétkezi munkát végzett, maguk termelték meg mindazt, ami kellett az élethez. Hogy nem egy támogató családból jön, abból a szempontból, hogy nem értették a színházi ambícióit, hát el is zavarták otthonról az édesapja, amikor kiderült, hogy színésznek áll, de még mielőtt színésznek áll, pusztán azzal is meg kellett küzdeni, hogy hogyan keveredjen a színház közelébe. És akkor még nem mondtam azt, hogy voltak bizonyos gátlásai a szemével kapcsolatban, a beszédhibájával kapcsolatban, hogy pótolnia kellett azt az olvasottságot, és pótolta is, aminek hiányában volt a főiskoláig. Hát ez csak néhány motivum volt. Amikor visszagondol a gyerekkorára, akkor egyszer azt mondta, hogy a szeretet hiánya jut elsőként az eszébe. Miért ez jut elsőként az eszébe? Mi volt ez a fajta hiány, amit megélt? Hát ugye nézzük vissza, hogy mikor születtem, és mikor voltam én gyermek. 1968-ban költöztünk át, 10 éves voltam akkor, amikor átköltöztünk Ebestanyára, de közben pedig ugye 58 még nincs olyan nagyon messze a háborútól, nincs olyan nagyon messze a háború utáni rendszerváltástól, kékcidulás választástól. Még olyan világban éltem, ahol azt gondolom, senki senkit nem szeretett. Mindenki mindenkinek hazudott. Azt hazudták egymásnak, hogy majd jobb lesz. Az, ha nem dolgozol, az, ha nem TSZ-ben dolgozol, ha majd nem kell földet túrni, ha majd nem kell növényt termeszteni, ha majd nem kell önfenntartónak lenni, az majd nagyon jó lesz. És ugye, de azért még ott az abban a világban, amiben én gyerekkor voltam, azért még ott volt körülöttem, nem találkoztam vele, de ott volt az önfenntartás készsége és képessége. Nem kellett minden paraszt gyermeknek otthon maradnia, de valakinek valakinek vagy haza kellett mennie, vagy otthon kellett maradnia. A többi elment, a 10-ből, 12-ből, vagy a 6-ból, 7-ből. Elment tanítónak, papnak, katonának, bárminek, tisztviselőnek, de valakinek a földet művelnie kellett, valakinek a családot hosszú távon is el kellett tartani, és olyan világba csöppentem bele, amikor már nem volt ránk bízva semmi. Apám egy olyan boldogtalan világban lett felnőtt, és 4 gyermek édesapja, amikor azt csinálta, amit utált, amit nem szeretett, földet túrt. És ugye is ilyen módon én pedig abba a világba csöppente bele, hogy elinnen. És a gyermek képes erre. A gyermek fantáziája elcsalja. Befelé teremtette meg azt a világot, amit kifelé nem lehetett? Erről beszélek, így van. Uh-huh. Tehát, hogy hamar rájöttem arra, hogy volt, ő teremtette magamnak egy olyan belső világot, amelyhez mindvégig, az utolsó utáni pillanatig, amely eltartott addig, ameddig föl nem vettek Debrecenbe, a Vágóit után a Csokonai Színházba, egész odáig, 18 éves koromig eltartott, majd egyszer csak oda beléptem, nem tudom miért, nem tudom mi történt, ebből kiléptem, és beléptem egy olyan világba, amelyet már nekem kellett a személyiségem súlyával, lehetőségeivel is a készséggel és az intellektussal nekem kellett felépíteni. Az olyan ideáljai voltak akkoriban, már mint gyerekként, amikor befelé ezt a világot megteremtette, mint Kovács Kati. Hát bizony. A Táncdal Fesztivál az nagyon hatott rám, mint mindenkire egyébként. Ugye tanyán éltünk, nem volt villany, szokon rádió volt, a TSZ központban volt egy televízió, oda azért bunyómeccsre, vagy futballmérkőzésre, vagy a Táncdal Fesztivál azért bementünk, és azt megnéztük, és akkor azt a gyereket, aki én voltam akkor 10-11 esztendősen, megragadta a képzeletét, a fantáziáját, hogy én is benne lehetnék a tévébe, hogy most lehet, hogy ezt a nénit, vagy azt a lányt, vagy azt a csodálatos énekes, most mindenki nézi, hogy ez fantasztikus, és ugye aztán később úgy fogalmaztam magamban így, hogy amit Illyés Gyula mondott, hogy a népi kultúra akkor kezdett el hagyatlani, amikor megjelent a sanzon kultúrája, amikor is a parasztot, a vidéki embert kultúra teremtőből kultúra fogyasztóvá tették. És aztán később rájöttem arra, hogy persze, ha népdalt énekelnék reggeltől estig, akkor ott kellene lennem, ahol születtem. De engem a sanzon elragadott, nem bántam meg. A sanzon elragadott, és amikor már nem tánzzal énekesnek készültem, hanem színész lettem, vagy annak lett esélye, akkor letettem ezt a belső lantot, és akkor előléptem. Az mennyire viselte meg, hogy a szülei, és különösen az édesapja, akiről elmondta korábban, hogy azért fizikailag is olykor-olykor oda csapott,
egyszerűen elűzte otthonról, amikor kiderült, hogy tényleg színész lesz. Ez mennyire viselte meg, és mennyire akart neki utána bizonyítani, hogy de ez egy jó döntés volt. Hát ugye az ember végülis pláne a mi szakmánk valamilyen élő zsigeri, és mindig minden pillanatban szeretné bizonyítani, ha másnak nem akar önmagának, vagy megfelelni, ha másnak nem akar rendezőjének, vagy a partnerének, vagy a kritikusnak, vagy valakinek. Ez nagyon érdekes és veszélyes ilyen értelemben a megfelelési kényszeres pályánk, a művészi pályánk. De, és persze, biztos, hogy volt bennem egy ilyen dolog, hogy olyan jó lenne, hogyha apu is örülne annak, ami velem történik. Olyan jó lenne, hogyha elhinnék, például ő, édesanyám, vagy a testvéreim elhinnék azt, hogy ami velem történik, és annyi jó dolog történik velem, amit már elkezdett nagyon sok jó dolog történni velem, hogy az velük is történik. És aztán ezt nem tudtam semmit átadni, mert ugye, hát, léttematikájában teljesen más lett az életem, máshová vitt, máshová röpített, és akkor amikor apám amiatt, hogy segítszínész, tehát leszerződtem segítszínésznek Debrecenbe, otthonról elzavart, akkor tulajdonképpen az a ösztön működött benne, ami korábban működött minden normális parasztsorsú életben élő parasztembernél, hogy a család föntartja, a család eltartja, majd a gyerek, majd ő. Na de elmentem úgy a Vágóhídról, hogy kevesebbet keresek. Úgy, hogy közben ott tudtam meg, hogy majd ezért a munkáim még fizetnek is. Ingyen is elmentem volna. Tehát a 18 éves agyon gyötört gyerekkorú kisfiúk, szemüveggel és tájszólással hadarva és kancsalan, elmentem úgy, hogy azt sem tudtam, hogy ezért fizetnek, de a csoda megszületett, a csoda lehetősége megtörténik velem. Egyébként nekem az egy döbbenetes pillanat az életéből, amikor arról mesélt, hogy még a Vágóhídon is a szavalóversenyekre készült, és miközben végezte a munkáját, magában mormolta a verseket, sőt cigarettáját cserébe, verseket írt a csajozni szerető kollégáinak, ugye ezt? Rendeltek tőle verseket, szerelmes verseket, akkor én kifogadtam őket, hogy lány milyen magas, alacsony, szőke, barna, kékszem, stb. És akkor egy verszak, egy szál cigaretta. És így pont ott az eposzban lettem érdekelt. Minél hosszabb, annál jobb. Minél hosszabb, annál jobb. Aztán már szóltak is nekem, hogy nem lehet kivenni belőle egy pár versszakot. Nem lehet. Hát minden vers mindenről összefügg, azt nem lehet kivenni csak úgy. Honnan tudta például ezt az a parasztgyerek, az a hentes legény? Honnan? Hát honnan tudta az, hogy a leírt költemény, a költészet, annak minden mozzanata, minden pillanata, az valamitől fontos. Mert ez történt meg velem az iskolában, hogy honnan tudtam, 11 évesen, amikor az első magyar órán fölkért engem Prepok tanárnő Erzsike néni, hogy de mondd el a kötelező verset, hogy én nem csak a verset, magát, a szöveget magoltam be, hanem elmondtam egy gondolatot. 10 évesen elmondtam, hogy Petőfinek, József Attilának, vagy a többieknek gondolatát. Csak néhány állomást elevenítettünk föl ebből a kacskaringós útból, de most következzen az egyik legfontosabb állomás. Szarvas József 25 éves volt, amikor felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahol Horvai István és Kapás Dezső osztályában végzett. Vendégünk egykori osztálytársa, a Jászai Mari díjas Lux Ádám a közös főiskolai évekről mesélt. Mi egy nagyon kicsi osztály voltunk, ahogy a Bors kicsi, de erős osztály voltunk. Heten végeztünk összesen a főiskolán, 5 fiú és 2 lány. Az, hogy Józsi például jóval idősebb volt nálunk, az sokszor emlékszem, hogy a lelkileg pozitívan hatott ránk. Az életbölcsessége, az jó pár év, amennyivel ő idősebb, én 18 évesen kerültem be a főiskolára, az nagyon sokszor olyan megnyugtatólag hatott. Hát emlékszem, kicsit úgy picit atyáskodott felettünk a szónak a jó értelmében. És erre bizony szükség volt, mert a mi osztályfőnökeink azért nagyon szigorúak voltak, és ott remegett a léc minden rostavizsgán. Ugye az első 2 évben 4-szer van rostavizsga, a fél évben évvégén, újabb fél év, újabb évvége. És hát azért ott kellett egymásban tartanunk a lelket. És mondom, a Józsi ezzel az élet, plusz élet tapasztalatával ezzel nagyon sokban segített minket, és nyugtatgatott sokszor. Maga nekem tetszik, akármit csinál.
Egyszer egy tanári gesztusból a Józsi azt szűrte le, hogy őt ki fogják rúgni. Ezen mi teljesen megdöbbentünk, de ő ezt csak nekünk utólag mesélte. Nagyon érdekes dolog, hogy valami, mit tudom, lehet, hogy legyintett az egyik osztályfőnök a másik felé, mikor a Józsi volt a színpadon, és ő kész. Hát ő azt hitte, hogy itt vége a főiskolának, mert szó nem volt, tehát nagyon szerették Pista bácsiék, és hát a Vix Színházban is kezdett. Tehát a Józsi rögtön oda ment az osztályfőnökeinkhez a Vígbe, és ott kezdett, úgyhogy inkább ő volt a mi segítségünkre, mint mi az ő fére, legalábbis így emlékszem. Hadd menjek, mert bezárnak a boltok, és egy tábla tejcsokoládét kell még vásárolnom. Kinek? Mamának. Amit Lux Ádám említett, szóval ez, hogy valaki egy intésből azt gondolja, hogy hát itt kész, vége mindennek, engem ki fognak rúgni, ahhoz mennyire kellett szorongónak, gátlásosnak, önbizalomhiányosnak lenni, miközben ugyanez az ember megragadta azt az egyetlen egy lehetőséget, amikor fölvehették a főiskolára, hiszen annyival idősebb volt, hogy már később nem lett volna lehetősége a szabályok szerint. Szóval ezt a kettőt próbálom én összerakni, azzal, hogy ráadásul Debrecenben, amikor segédszínész volt, még vissza is minősítették, kóristává, tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy tehetségtelen, tehát hogy ez egy olyan kettőség, amiben lehetett, és ebből is győztesen került ki úgy, mint aki legyőzte a gátlásait. Nem biztos, hogy tehetségtelen, talán inkább, hogy alkalmatlan, vagy nem alkalmas, ugye a visszaminősítésről beszélek. Hát Ádámot nagyon régen nem láttam, de semmit nem változott. És nagyon érdekes, hogy ugye úgy emlékszik, hogy én atyáskodtam az osztálytársai fölött, hogy milyen érdekes, hogy akkor kerül az ember valamelyest igazi egyensúlyba, amikor magáról alkotott és a róla alkotott kép valamilyen szinten harmóniába jött. És ugye ezért, hát ugye belem a Horvaiék nagyon hamar megéreztették, hogyha ugye 24 évesen kerültem a főiskolába, már túl korosan, hogy maga tehetséges, maga jó színész, de ha magát nem tudjuk képezni, ha nem hagyja magát, nem lesz képes megnyílni az új dolog befogadására, akkor el kell majd tanácsoljuk. Ezt ők nem mondták, de én minden pillanatban éreztem ennek a veszélyét. De, ahogy a később mondták Imre, hogy de hát hogy gondolták a Pistáik, hogy kirúgnak pozitíve? Ezt otthon hogy magyarázod el? Hogy azért rúgnak ki, mert jó színész vagy. Na tehát én azért ezt éreztem, hogy valami rezeg a léc. Hogy nekem valamit meg kell csinálnom, amit már korábban talán már el is végeztem, de nem biztos. De nem értem, hogy Pista bácsik mit várnak el tőlem. Mit kérnek? Mi az, hogy a vallomás, önvallomás? Mi az, hogy nem arra vagyok kíváncsiak, hogy te milyen színész vagy, hanem hogy ki vagy? Hát ki vagyok én? Hát és akkor, amit mondta a felsorolásban, hát én belül szorongó, tájékozatlan, műveletlen, küzdő. Hogy engem nem szabad kirúgni, mert már ott, akkor már a második évben a kisfia már megszületett. Nekem nem tudom miért, de muszáj elvégeznem a főiskolát. Ekkor a kudarc engem nem érhet, mert azért én sok mindent tettem, elkövettem, megkínlódtam azért, hogy ide jöhessek. Muszáj tudni ezt elvégezni. És az Ádám erre a pillanatra utalt, amikor én egy olyan gesztusra, hogy ő az. Én úgy reagáltam, hogy én, Jézus Máriám, engem így kér. És úgy képzelje erre a vizsgára, ami az Ádám utal, én úgy mentem a vizsgára, azzal a belső erővel és közlésvágyjal, hogy és most nézzétek meg, hogy kit rúgtatok ki. Most ettől az olyan sikeres vizsgám lett, olyan ereje volt minden pillanatomnak. Ez egy felszabadulás volt ezek. És én is tudtam, azt én is tudtam. Tehát ez egy nagyon érdekes, én szempontból a főiskola és főiskolai éveim, az a négy esztendő volt, a sorsfordítás előkészítése, hogy szakmai értelemben nyitottnak, befogadónak, értőnek, érzőnek és tehetségesnek kell lennem, ahhoz, hogy lépésről lépés az ember eljusson egyik szerepből a másikba, a harmadikba, stb., amit persze előre én nem tudhattam. 10 évet töltött a Víg Színházban, kívülről ez egy abszolút sikertörténetnek írható le, viszont belülről valamivel elégedetlen volt, ami miatt aztán váltott. Mi volt az az elégedetlenség, ami miatt aztán Kaposvárra szerződött, amitől hát mindenki meg volt döbbenve, hogy most tényleg elmegy vidékre, Kaposvárra, amikor a fővárosban sztárként kezelik. Mi volt az a kompromisszum, amit nem tudott megkötni művészeti szempontból? No.
Minden, ami velem eddig a szakmában történt, minden előadáshoz, minden munkámhoz, minden közösségemhez, minden társulathoz hű vagyok. Így a Víg Színházhoz is. Tehát akkor, ugye én a legelső interjúmban azt úgy fogalmaztam, hogy szeretnék hibásan azt fogalmaztam, hogy robbantani. De valójában szerettem volna berobbanni. Uh-huh. Mert hiszen, amire Ádám is utalt, előttem végzett, 4 éve korábban végzett Kaszás Attila, Eszenyi Enikő, Rudolf Péter, és a többiek már sztárok voltak. És én ott lehettem volna velük, hiszen még idősebb is vagyok, mint ők. És én most pályakezdő vagyok, de ezt az ember tudja magáról, de férfiként, érett személyiségként, ezt nem tudhatta, de közben meg szakmailag mégiscsak tájékozatlan, mégiscsak kezdő és fölépítendő személyiség voltam. Viszont engem nagyon kedvelt azt a gondviselő és a Martonék és a rendezők, vagy a művészeti vezetőim, és elláttak rengeteg feladattal. Azt jelentette, hogy minden... Csodás 10 esztendőn volt, de volt olyan hónap, amikor 30 nap alatt 33-at, 34-et játszottam, uh-huh. miközben elkényeztetett a film, elkényeztetett a televízió, a rádió, és 34-eket játszottam. Aztán volt egy idő 4 év múlva, amikor még főiskolán is tanítottam Pista bácsik mellett, mint óraadó tanár. Tehát tanítottam, minden este játszottam, minden nap próbáltam, minden nap vagy forgattam, vagy rádióban, vagy televízióban voltam, és rájöttem arra, hogy szakmunkás vagyok. Ezért jöttem, ezért erre készültem, szakmunkás lettem. Nincs elmélyülés, nincs rákészülés, nincs fölkészülés. Elveszítette a harmóniát, azt a boldog állapotot, amiben igazán lehet alkotni? Nem volt belefeledkezés, ha mentünk egyikből a másikba, tévéből, rádióba, szinkróba, másik darabba, másik előadásba, másik színházba, mentem, és akkor azt mondtam, hogy elég volt, nem tudok megfelelni magamnak se. Ugyan kaptam a jó kritikákat, kaptam a jó szerepeket, most néztem az előbb, hogy egész jól is játszottam. De miközben az ember vágyott valamire, és látja, én úgy gondoltam magamra nagyon sokáig, hogy én konfliktus kereső ember vagyok. Na de hát mikor onnan nagyobb konfliktus az ember ott hagyja a szülői házat azért, hogy pályára menjen, majd vállalja, végül mégiscsak mertem vállalni, hogy a konfliktus Marton Lacival, a Vígszínházzal, és akkor azt nem felejtem el, hogy volt egy béreltem egy kertet, hogy valami azért kézi munka is legyen az életemben, Pesti-Dek úton, és akkor a Koronai Karcsi, Isten nyugtassa, rábeszélt, hogy csinálj már egy búcsúvacsorát nálad kint Pesti-Dek úton. Ó, mondta, figyelj, jót csinálok, de hát de ki fog oda eljönni? Hát vigyelj mindent, aki szeretnek, eljönnek. Mindenki eljött. Kermuki, feleségével, ilyen magasarkú cipőben, sárba, esőben ott futballoztak a Régasi Karcsi, vagy a Gesztesi Karcsi, a többiek, Marton Laci. Hát engem ennyire szeretnek. És mégis volt erőm elmenni, mert azt gondoltam már akkor, hogy a hűség az nem egyenlő a gyávasággal. De fontos ez, hogy szeressék? Tehát, hogy szüksége van arra, hogy érezze ezt a pozitív légkört? Rosszabbul működik, hogyha azt érzi, hogy hát nem mindenki szereti. Pedig ez ugye egy létező jelenség, hogy az embert nem mindenki szereti. De látja, de hát, hogy ilyen, az én életem, meg vannak azok a fázisai, amikor az ember bizonyos kényszer képzetekkel le kell számoljon. Hogy tehát nem kell mindenki szeressen, nem kell mindenkinek megfelelni. Maradhattam volna Budapesten, mehettem volna katonába, mehettem volna Madásba, bárhová, és maradhattam volna Vígszínházba. De valahogy azt gondoltam, hogy mást is akarok játszani, valahogy le kéne kicsit ülni magammal. Akkor már volt az életemnek, a magánéletem is volt egy erős válságos hidegség. Bennem volt egy hidegség, bennem volt egy feszengés, és mondom, muszáj leülnöm magammal, egy kis csöndet kérek. És ez volt Kaposvár 4 évig. Úgy... Nem akarom félbeszakítani, csak hogy ahogy mondta, élete első igazán felnőtt döntését hozta, és majd még beszélgetünk erről, de most egy picit tovább megyünk. Szarvas József és Revicki Gábor előbb a Víg Színház, majd a Nemzeti Színház színpadán, és persze számos filmben, így az Üvegtigris vagy a Kossuth Kifli című alkotásokban is együtt szerepeltek. Kíváncsiak voltunk, hogy a régi színész kolléga hogyan látja vendégünket íme. Én szerintem, ami nagyon jól áll neki, az a paraszt karakterek.
igazi vidéki magyar emberek, ami szól a Józsiból. De például az orosz emberek is. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mert egy jó pár orosz darabban láttam, és remek volt benne. Tehát a lelke működött. Neked is jó lesz egy jó birka pörkös, mert nekünk is. Amikor először találkoztam vele, Kapás Dezső horvai osztályba járt, és akkoriban én még eljártam a vizsgákra. És a Dezső hívott meg, Kapás Dezső. És a Karamazov testvérekből egy jó, hosszú jelenetet játszottak. Kimagasló volt a Józsi. Kimagasló. Amikor nem lehet más nézni a színpadon. Tehát az igazi, kisugárzó színész. Ez tulajdonképpen a tehetség. Mennyi csárda, mennyi csapszék volt előttem és utálom! Elment tőlünk egy nagyon nagy színészünk fiatalon, az Andorrai Péter. De hát körülbelül ez az a szint, ahol a Józsi is van. Cserhalmi, Eperjes, Szarvas Józsi. Tényleg ez a nagy generáció. És sajnos ritkulunk, az a probléma. És ennek valószínűleg az, hát nem akarom kimondani, de lehet, hogy éppen az oktatás az oka, hogy egy bizonyos színjátszás felé viszik el az embereket. Azon az emlékezetes télen, melyet Petőfi betegen töltött Debrecenben, mindig árad belőle a szeretet, mindig jó hangulatban van. Hogyha nem foglalkoznak vele, akkor állandóan csöndben van, és hogyha autóval együtt utazunk, mert most együtt forgattunk, akkor végig telefonál, és a feleségét hívja, és állandóan beszélget. De hogy lehet másfél órán keresztül beszélgetni a saját feleségével? Én nem tudok annyit beszélni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Jó napot! Ez egészen izgalmas kulissza, titkokat tudtunk meg, hogy mennyit beszélget. Isten, ezt nem is zavarja, majd beszélünk. De most egy picit menjünk vissza a Revicki Gábor gondolataiban. Említett egy alakítást, amikor hát, hogy nem lehetett mást nézni a színpadon, annyira szuggesztív volt az alakítása. De ez mindig érdekes, hogy az, aki a színpadon van, az hogyan gondolkodik arról, hogy mennyire sok ilyen pillanat adatott meg, mert ezért ez belülről valószínűleg más. Van olyan pillanat, amire nagyon emlékszik, amikor érezte azt a fajta jelenlétet, és akkor itt most arra utalok, amit mondott, hogy amikor fedésben volt a külső visszajelzés a belsővel, hogy ez most igen, ez az a pillanat, amikor minden tökéletes? Én azt gondolom, hogy egy rossz előadásban nincs egyetlen jó pillanat sem. Tehát, hogy olyan nincs, hogy egy színész elviszi a vállán, és akkor kiemelkedő alakítással akkor megemeli az előadást. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Viszont, ha egy jó pillanat van egy előadásban, ha nézi úgy megy haza, vagy a rendező, vagy a színész maga, hogy valami történt velem, akkor ott nem csak vele, ott az a csoda valamiből táplálkozik. Ott mögötte van rengeteg munka, rengeteg odafigyelés, rengeteg koncentráció, vagy tapasztalás, vagy talán még tudás is. Nem biztos, hogy az igazi pillanat megszületése az nem feltétlenül tudáshoz kötött, ami tudáshoz kötött, az a megismétlése, az a szakma, az a nagyon nehéz. Tehát ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy a színész életében az igazán kiemelkedő pillanat, az sokkal kevesebb, az a elenyésző. De arra az ember emlékszik. Ahhoz kötődik. Ahogyan kötődöm ahhoz, hogy Prepuk tanárnő engem megbíztatott 10 évesen. Ugyanúgy kötődöm ahhoz, amikor a Vígszínház sátorban csináltuk az Oidipuszt. Ács János rendezte. Igen. Szombaton hazamentünk, vasárnap szünnap, hétfő reggel összpróba. És rá hétvégén pedig bemutató. Hétfő reggel neki mentünk az előadó, a próbának, díszletjelmez minden a helyén, elkezdtük, és egyszer csak vége lett, és a János mondja, hogy akkor öltözünk át, öltözetek át, aztán végén megbeszélés. Én kimentem hátra a színfalak mögé, és arra gondoltam, hogy Úristen, ez elejétől a végig, ez megszületett. És erre mögém lépett valaki, és éreztem, hogy az arcát hozzám szorítja hátulról, Ács Jani volt, és a könnye csurog rajtam végig. És kérdezte, hogy érezted?
Mondom, persze. És azt mondja, hogy és akkor, én a dadagot, és akkor most mit fogunk csinálni egész héten? Szóval, hogy egy egész előadás megtörtént velem, ez óriási csoda. Ha már a különleges pillanatoknál tartottunk, akkor azért ez egy elnyújtott pillanat, és ezzel is kezdtük az adást, talán az ember tragédiája mindenképpen az volt. És hát ez az akkori Nemzeti Színház nyitó előadásaként, hát az egész színház, ahogy megnyílt a körülmények, ugye rengeteg kritikát kapott, és az is, hogy ebben kik és hogyan vállaltak szerepet, és nem nehéz húzni mondjuk egy olyan ívet máig, az SZFE ügyéig, amiből az derül ki, hogy hát azóta sem tudunk egymással beszélni, vagy tudnak egymással a szakma képviselői beszélni. Ezt jól érzem, hogy ebben ott ez az egyik? Hát ugye most beszélgettünk, ugye ez a legnehezebb témája, és valóban igazából az a legnehezebb, mert nem beszélgetünk róla. Tehát történik velünk valami olyasmi, amióta én pályára léptem, és figyelem magamat, és figyelem a szakmám mozgását, nem a színészetét, mert a színészet az örök. A színészet, az a maga munka, a maga lényege az örök. Ott áll egy ember a színpadon, és szeretne magáról valamit közölni, lehetőleg úgy, hogy a nézőnek tessen. A nézőért van, beülő nézőért van minden. A színház, az olyan, a művészet olyan értelemben is olyan értelemben szabad ráadásul, hogy hihetetlenül sok színház van Budapesten különösen, és azt gondolom, hogy az a legnagyobb lehetősége a szakmánknak, hogy különböző fajtájú, különböző típusú színházak léteznek. Ahogy a Revicki mondta az előbb, hogy is különböző színjátszó módok vannak, különböző játszási módok, szerepkörök, amik önmagában a színészeknek és a művészeknek nagyon sok feladatot ad, megoldandó munkát ad, de ha van valami, ami túlnő, van valami körülöttünk valami, ami nem enged bennünket azzal foglalkozni, hogy játszanak a Vígszínházban, szerintem rosszul, hogy játszanak a Katonában, szerintem rosszul, hogy játszanak a Nemzetében, szerintük rosszul, mert bírálni meg kell, meg felülkerekedni kell, de mesterségben és tisztességgel és pecsvágyból. És közben pedig az volt egy óriási, hogy is mondjam, csak szembesülés volt, és kiever fájdalom, hogy azért fordul talán velem szembe egy közösség, amelynek eddig büszke és boldog tagja voltam, és vagyok ma is, a mesterségemről beszélek, mert elvállaltam egy épült színházban egy főszerepet, ráadásul Madács ember tragédiájának főszerepét, az Ádám szerepét, és azt mondtam egyszer valakinek, egy újságírónak, hogy nézze, még be sem mutattuk, már arról azzal volt tele az újság, a sajtó rólam, hogy való az magának? Ez volt a minimum, és egyszer megszólaltam, hogy bocsánat, én nagyon sok mindent olvastam már Madács Imréről, de nem olvastam sehol, hogy bárki eljátszhatja Ádám szerepét, csak Szarvas Jóska nem. És én ezzel akartam csak foglalkozni, és talán sikerült is még akkor is, hogyha olyan előadásba vettem részt, ahol mindenkit megdicsértek, kivéve engem. Jó, mit kaptam, mint te jó Isten? Egy ember dicsért meg, mert már fájt neki, gondolom, hogy mindenki engem gyötör, ez volt Molnár Gál Péter. Most elmondta, hogy akkor csak mivel akart foglalkozni, most az SZFE-n elvállalta, hogy a prózai színész osztályt fogja vezetni. Ott mivel akar foglalkozni? Mert arról még kevesebb szó esett, hogy mit tervez, mit fog átadni nekik. Hát arra kíváncsiak vagyunk, mindannyian kíváncsiak vagyunk, és itt leszünk. A mesterség. Abban egészen biztos vagyok, hogy nem arról fog szólni majd a képzés ötesztendeje, hogy én hogyan csinálom, én hogyan csináltam, én hogy lettem ez, hogy lettem az, én mit gondolok, hanem az a tudásbázis, amelyel én rendelkezem, tudással, tapasztalással, és talán már kötelező bölcsességgel, az talán elegendő lehet ahhoz, hogy kellő figyelem mentén, figyelem majd őket, és ez a dolgom is felelősségem, hogy te ki vagy, honnan jöttél, és mit akarsz. És erre a hármas kérdésre válaszolj meg, és ezt végigcsinálod, lehet, hogy nem lesz könnyű a pályát, de a végén még büszke is lehetsz.
és mindeközben nyilván közösséget épít, ami egy szenvedélye, és most erről lesz szó, amit Szarvas József gyermekkorában a Hortobágyi vidéktől kapott, azt hosszú keresés után az őrségben találta meg felnőttként. Az eredetileg aktív pihenéshez vásárolt Viszáki ház és a mellette újjáépített pajta idővel kulturális térré bővült. Most az őrség egy másik nagy szerelmesével, a Jászai Mari díjas Rátóti Zoltánnal folytatjuk. Mindig megnyugtatjuk egymást, hogy igen, én tőled mennyit tanultam, vagy mennyi ötletet vettem át, hogy ki a maga a falujában, maga településén ápolgassa a hagyományokat. Mert nincs másról szó végül is, mint hogy a fölismert nagyszerű hagyományok, és a félő, hogy elpusztuló és kihaló félben lévő hagyományokat megpróbáljuk megtartani. Én is egy közösségteremtés kapcsán, de Jóska egy nagyon-nagyon kézzelfogható hagyományt visz tovább, méghozzá ez a Kárpát-medencei őshonos gyümölcsfáknak a missziója. És itt van egy, megint csak egy közös találkozási pont Kovács Gyula személyében, aki megteremtette ennek a hagyományát és elkezdte gyűjteni. Nagyon nehéz nyilván a korszellem ellenébe menni, de azért Jóska is azt bizonyítja minden tevékenységével, hogy igenis gátat lehet szabni ennek a ránk zúduló tempónak és ennek a sokszor rengeteg negatív hozadékkal bíró korszellemnek. Hogy mi a varázsa ennek a helynek, én mindig azt mondtam, hogy ott kitárul az idő. Tehát a 4 óra az nem 4 óra, hanem egy időtlenségben élünk. Nem tudom, megfejthetetlen, hogy ennek mi a titka, de biztos vagyok benne, illetve hát azért, hogy borozgattunk, ezek a történetek előjönnek, hogy mi vonzza az embert, és mi az, annak ellen, hogy mindketten alföldi születésűek vagyunk, de azt választottuk egy ilyen, én ezt használtam, ezt a szót, hogy a választott szülőföld, ha létezik ez a kategória, nyilván ez egy erőszakolt megfogalmazás, de Jóskánál is ezt tapasztalom, hogy ez, és ő még tovább tudta fejleszteni a Pajta Színház megalkotásával és ezzel ehhez a mozgalomhoz való csatlakozással, hiszen ő nagyon sok fiatalnak ad nyaranta lehetőséget, hogy ott alkotásokat létrehozzanak. Választott szülőföld? Befogadó, választott és befogadó. Tehát az életem csodája, hogy az élet út, hogy hívjuk most már azért jogilag is annak az ebben a korban elmondhatja, hogy az az élet út azért mégis kiköveltette tőlem, hogy valamit hazavinni. Nem lehet, hogy mindig mindenki elmegy otthonról, valakinek vissza kell menni. És valahogy az sikerült nekem, hogy szegény falunk, szegény közösségem sokat szenvedett, sokat kínlódott velem, mire mindaz a gondolat, ami aztán tündérkertbe torkolott, Pajtaszínházba torkolott, és az, hogy Kárpát-medencében több mint 300 tündérkert várja azt, hogy gazdagítsa az életünket, hogy az általam is velem vagy közreműködésemmel megtörtént. Ez csoda. Az jutott eszembe, hogy gyerekkorában le kellett rombolnia egy földet az édesapjával együtt, amikor megvették, és éppen gyümölcsfákat kellett kiirtani, majd most ugye felépíti, folyamatosan építi ezt a közösséget, és hogy gyerekkorunkban nem vagyunk felelősek azért, amiben mondjuk belekényszerítenek, vagy belekényszerülünk, de felnőtt korban felelünk azért, hogy mit építünk. Így van. És ugye a Kovács Gyulától egyszer megkérdezték, hogy hogyan működnek együtt önök, Szarvas József színművész, Ambrus Lajos író és ön, erdész pomulós. És mondta Gyula, hogy hát úgy, hogy a Lajos ír a gyümölcsészetről, Jóska beszél, én megcsinálom. De közben megint tavaly elköltöztem Zsámbékra, és ültettem a gyümölcsfákat, már megműveltem a kertemet, a szőlőt már megmetszették, ma azért még nem értek, hogy tehát valahogyan a körbezárul. És ez a gond is, ez olyan csoda, hogy az, ami gyerekkoromban valami elindul bennem, és megtartott lélekben, amire a Revicki utal, hogy az ember a lelke, a bennem révű költő, a költői lélek, a költészet, az identitás, ami velünk születik, ott a földön, ott nevelődik ki bennem, velünk, és 10 éves kormára elegendő arra, hogy az ember tapasztalatot és erőt gyűjtsön, hogy az megmarad, és teremtő erővé tud nőni bennünk úgy, hogy a végén mondhassam azt, hogy megérte.
Én azt hiszem, hogy mondhatja azt, hogy megérte. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Önök az Ez itt a kérdés portrét látták, műsorunkat visszanézhetik a media.hu-n, és követhetnek minket a Facebookon és a YouTube-on is. Jövő vasárnap este 7-től újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!